Hello mindenki, itt vagyunk a Fotorban, ami egy ingyenes online képszerkesztő, és már bemutattam nektek korábban egy pár videóban. Most pedig azt nézzük meg, hogy hogyan lehet vele tilt shift hatást, vagyis maket város, vagy miniatűr hatást létrehozni. Nézzük is meg, hogy hogyan működik mindez. Ehhez viszont szükségünk van egy jó képre. Általában egy olyan képet érdemes választani, ami mondjuk valami magaslati helyről egy ilyen átfogó táj vagy város részletet ábrázol. A megnyitás itt az Open parancsal lehetséges, és hogyha a számítógépedről akarod a képet betölteni, akkor rögtön itt az első ponttal. Nálam most ez lesz a kép, ahogy látjátok, egy olyan körülbelül a 30 fokos szögben felülről látunk rá a képre, és nagyon szép ilyen makett érzetünk lesz, hogyha a hátsó részét, tehát a távlatot, illetve a közelebbi dolgokat nagyon elmossuk, tehát olyan, mintha egy terepasztalra tekintenénk rá, és arról készült volna a fénykép, ami ehhez még szükséges, az a tilt shift effektus, amit nem fogjátok kitalálni, de itt az effekt részben találtok, tehát hogyha rákattintotok az effektre, akkor itt majdnem a legalján, ha legörgettek, találjátok a Tilt Shift lehetőséget. Van itt egy Tilt Shift Brush lehetőség is, tehát ecsettel is működik, viszont ugye itt mellette ez a gyémánt jel, ez azt jelenti, hogy ezt csak a Pro verzió használók érhetik el, mi legfeljebb csak kipróbálhatjuk, ez viszont havi díjas, tehát ingyenesen csak a sima Tilt Shift effektus működik. Ha rákattintasz, akkor a következő beállításokat kapod, van két opciónk, illetve két csúszkánk is, és már rögtön meg is jelenik egy előzetes ebből az elmosásból, tehát lehet lineáris, ahogy most látjátok, az elmosásunk, ami annyit tesz, hogy a kép tetejét, vagy a felső részét, illetve az alsó részét kezdi el elmosni, és a középső része pedig éles marad, illetve lehet cirkuláris, tehát egy ilyen kör alakú elmosást is csinálhatunk, de mi maradunk a normál tilt -shift hatásnál. A tilt -shift hatást ha át szeretnéd helyezni a kép másik részére, akkor egyszerűen csak a hatást jelző két vonal közé kattintva bárhová áthúzhatod és áthelyezheted a képen. Ide középre kattintva két oldalsó fogópontra pedig el is forgathatjuk. Tehát lehet akár ilyen függőleges is, de a mi esetünkben. Maradunk a vízszintesnél, tehát ezek a beállítási lehetőségeid. Beállíthatjuk ezen kívül a méretét, ami annyit jelent, hogy ha nagyobbra állítjuk, akkor szélesedik, ha pedig kisebbre, akkor nyilvánvalóan keskenyedik, még egy kicsit ferde. Valahogy így, tehát egy ilyen keskenyebbet állítok be, és nagyjából ezt a területet fogjuk élesen hagyni. Illetve van egy elmosási intenzitás beállítás, tehát hogy a mosott területeink mennyire legyenek mosottak. Ha magasabbra állítjuk, akkor nyilvánvalóan mosottabbak, illetve csökkenthetjük a százalékos értékkel, úgyhogy hát én maradok a, az erősebbnél, hogy jobban látszódjon ez a hatás. És lényegében ennyi az egész, hogyha vagyunk mindezzel, akkor az a ply gombra tenyerelve már is itt van a miniatűr hatásunk, aminek tényleg olyan az érzete, mintha egy terepasztalra fényképeztünk volna valami jó háttérelmosású, fényerejű objektívvel. Tehát ez volt a maket vagy miniatűr hatás a Fotor online képszerkesztőben. Aki pedig végignézett, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor ne felejtsétek el a lájkot, like illetve ha még esetleg nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!